A szerb haladó párt programjában szerepel a szerbiai közvállalatok privatizációjának felülvizsgálata. Hová lett a 80 milliárd euró a cégek magánosításából? Teszi fel a kérdést Gojko Radić, a szerb haladó párt szabadkai elnöke. Demokrate dobiju pre dva dana preključe depešu iz Evropske unije i nalog, zvanični nalog, javno saopšten i posla depešom, da se preispitaju 24 privatizacije velike u Srbiji. Znate koji je odgovor juče u policiji njihov bio? Pa znate, mi smo preispitali što je tražila Evropska unija i evo, bit će krivične prijave. Pa što neka, preispitali su za tri privatizacije koje su bile dostavljene pre dve godine dana. Ali ako su preispitali, što ne kažu koje su, kakve krivične prijave, kome pišu krivične prijave? Pa pišu sad za izbore, ali nema ih nigde. Zašto ne kažu? Valjda je javno, transparentno. Koje su se to firme privatizovale na protizakonit način? A szerb haladó párt értesülései szerint a szabadkai távfűtőművek egyik kulcsfontosságú kazánja nem működőképes. Ez nélkül ősszel nem indulhat el a távfűtés. A javítás drága, a közvállalat számlája zárolva, mindeközben új dolgozókat vesznek fel. Honnan a pénz, ha ekkora veszteségben a cég? Vonja kérdőre a jelenlegi hatalmat a haladó szabadkai elnöke.